Efraim Zurov kisebbítette a kommunizmus bűneit. Szabályozni kell az Artisius működését. Népesedési válságban Magyarország. Üdvözlöm nézőinket! A Jobbik Magyarországért mozgalom heti hírösszefoglalóját látják. A tranzakciós adó bevezetését bírálta július 9-i hétfői sajtótájékoztatóján Volner János, a Jobbik frakcióvezető helyettese. A tranzakciós illetéknek a banki különadóhoz hasonlóan garantált az áthárítása a vállalkozásokra és a lakosságra egyaránt. A tranzakciós adó el fogja szegényíteni a magyar embereket és tönkreteszi a magyarországi gazdasági növekedést. A banki különadó árát is elsősorban a devizahiteles családok fizették meg, nekik nőttek oly módon a terheik, hogy a hitelfelvételekor fizettek 5% kamatot, most pedig 12% körüli kamatszinteket realizálhatnak ugyanezeknél a hiteleknél. Emiatt aztán nem csak az árfolyam változás miatt, hanem emiatt a brutális kamatkülönbség miatt jelentősen nőttek a családok terhei annak ellenére is, hogy a kormány látszólag megmentette az embereket. A gyurcsányi idők élettek újra a rendőrség berkein belül, a közelmúltban ismét tapasztalhatóak demonstrációkon, tüntetéseken a jogellenes rendőrségi intézkedések. Azért alkalmazhat a rendőrség továbbra is brutális fellépést, mert a 2006-os események után elmaradt a rendőrök felelősségre vonása, elmaradt egy egész 8 éves időszak elszámoltatása, és egyetlen egy parancsnokot sem vádoltak meg. Jelentették ki sajtótájékoztatójukon Gaudi Nagy Tamás és Zagyva György Gyula, a Jobbik országgyűlési képviselői. Mi történt a 2006 őszi rendőrbűnözőkkel és parancsnokokkal? Az történt, hogy a legtöbb feljelentésünket, amit már réges-rég megtettünk, de utána elkészült ugye a Balsai jelentés, meg volt a 2006-os albizottság, vizsgálóbizottság vizsgálta ki az ügyeket. Mindent, körülményt feltártunk. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat már 2006 decemberében feljelentést tett, és mai napig az a szégyenletes helyzet van, hogy 2006-os rendőrbűnökért egyetlen egy parancsnokot sem vádoltak meg. Egyetlen egy parancsnokot sem helyeztek vád alá. Ráadásul még a rendőrségnek ugye a pszichológiai érzéke sincsen benne, tehát ebben még ugye hergeli a tömeget, hogy több száz ember szeme láttára azokat, akiket elvittek, brutálisan földre teperik, ráállnak, rálépnek, rátaposnak a kezére, tehát ugye videófelvételek vannak, térdel, meg könyökkel ütik, amikor berakják a rendőrautóba, vagy a szállítóbuszba, amikor már régen nem állt ellen ez az előállított. De erről is ugye felvételek vannak, még a zülésen is tovább dolgozzák, és ezt ugye 300 ember szeme láttára, tehát itt nincs, ezt nem lehet eltitkolni, ezt nem lehet elsumákolni innentől kezdve, tehát ezt látta több száz ember, erről kamerafelvételek vannak. Tehát meg szeretném kérdezni nyilván Pintér Sándort, hogy ő szerinte ez a fajta eljárás belefér-e a magyar rendőrség szerepébe. Ő szerint ez rendben van-e, hogy ilyen afrikai meg dél-amerikai banánköztársaság módszerével dolgozik a magyar rendőrség? Multik és oligarchák cégei nélkül képzeli el a Jobbik az iskolai étkeztetést, az iskolai büféket, menzákat és a kiszolgáló egységeket. A párt új étkeztetési csomagot vezetne be, közölte július 10-i keddi sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője. Meg akarjuk reformálni mind a közétkeztetést, mind a felsőoktatást, azok büféit, kiszolgáló egységeit, de legyen szó itt a sportlétesítményekről is. Össze lehetne, és álláspontunk szerint össze kellene ezt kötni a helyi piacok tisztességes rendszerével, ahol is a lehető legnagyobb fokban helyben beszerzett, egészséges, ellenőrzött és jobbára magyar termelők által előállított alapanyagokból származó terményekkel, árukkal kellene feltölteni ezt a rendszert. Sürgős szabályozások szükségesek az Artisius tevékenységével kapcsolatban, nyilatkozta az Egyesület Budai Székháza előtt július 11-én szerdán Zakó László, a Jobbik parlamenti képviselője, az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságának alelnöke. A politikus elmondta, hogy több százan keresték már meg azzal kapcsolatban, hogy az Artisius ellenőrizetlenül sokszor saját szabályai szerint működik. Egy 15 milliárdos adót beszedő egyesület
szerintünk nem megfelelő működési keretet ad ennek. Ezt mindenképpen állami fennhatóság alatt és államilag ellenőrzött módon kellene megtenni. Nem tudjuk azt, hogy, és ez zenészek, konkrétan zenészek mondták nekem, hogy milyen mutató számok alapján fizetnek valakinek valamekkora összeget. Itt vannak a úgynevezett benfentesek, akik éves szintén 10-100 milliókat is kaphatnak, míg másoknak néhány ezer forinttal szúrják ki a szemét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ezer helyről szed, gyűjt, kötelező jelleggel kapja meg a szféra adatszolgáltatásait. Ebből hajszál pontosan, nagyon precízen ki lehet számolni, hogy hol mennyi vendég fordult elő, mekkora bevétele származott éves szinten egy adott vállalkozásnak a tevékenységi köréből, és ráadásul a hivatali apparátus is megvan ezeknél a szerveknél. Őket és az ő adataikat kell bevonni a véleményünk szerint a későbbiekben a szerzői jogdíjak rendezésébe. Zakó László sajtótájékoztatóját követően petíciót juttatott el az Artisius vezetőségének. Az autógáz jövedéki adója két lépésben 50-50%-ban emelkedik 2013-ban, miközben az autógáz egy környezetkímélő közlekedési formát jelent, jelentette ki Volner János. A Jobbik politikusa megjegyezte, az amerikai nagyvárosok levegőjét is gázüzemű buszokkal igyekeznek élhetőbbé tenni, azzal, hogy a dízelüzemű buszokat kivonják a forgalomból. Efraim Zuroff, a Simon Wiesenthal Központ vezetője, magyarországi könyvbemutatóján közölte, a kommunizmus büntettei nem voltak akkorák, mint a nácizmusé. Nem lehet egyenlőséggel húzni kommunizmus és a nácizmus, ugyanis a nácizmus az kifejezetten arra összpontosított, hogy egy bizonyos népet teljesen kiirtson önnek a színéről, és ezt egy nagyon magas szintű ipari módszerekkel, technikákkal alkalmazta Európa szerte. Szilágyi György szerint a náci vadász néven ismerté vált Zuroff kijelentéseivel a hazai törvények értelmében bűncselekményt követett el. A hatályos magyar törvények ma Magyarországon egyenlőségjelet tesznek a kommunista bűnök és a nácizmus bűnei között, ez törvényben le van írva. Mivel kettős mércét alkalmazott és a kommunizmus bűneit kisebbítette, ezért véleményem szerint törvénytelenséget is követett el, hiszen nem szabad diktatúrák és diktatúrák között különbséget tenni. A kommunizmus áldozatai ugyanolyan áldozatok, semmiben nem lehet az áldozatokat sem megkülönböztetni, ugyanolyan áldozatok, mint más diktatúrák áldozatai. Minden pénzt megér a Jobbik számára, hogy a fiatalok itthon maradjanak. Az elvándorlásuk tovább súlyosbítja a demográfiai válságot, közölte Zékárpád Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője július 12-i csütörtöki sajtótájékoztatóján. A Jobbik a legfontosabb problémának azt látja, hogy a következő pár évben mintegy 120 ezer fiatalt, jól képzett fiatalt kívánnak, főleg Németországba és Ausztriába a most megnyitott munkaerőpiacokra elvinni Magyarországról, és ha ide számoljuk azt a 30 ezer családtagot is, aki szintén távozhat velük együtt, látható, hogy akár 150 ezer jól képzett magyar fiatal is távozhat Magyarországról, ezt a nemzetgazdaság nem bírná ki. Helyesli a Jobbik a szociális adócsökkentést, de bírálja, hogy 100 milliárdokat von el a kormány állami intézményektől, jelentette ki Volner János, a Jobbik frakcióvezető helyettese. Azt javasoljuk a kormánynak, hogy ezekben a törvényjavaslatokban is, és más törvényjavaslatokban is az erőforrások koncentráltabb elosztására törekedjen, arra, hogy az erőforrások az iparban, a mezőgazdaságban, a kutatásfejlesztésben, a turizmusban és a vendéglátásban összpontosuljanak, mert ezek azok az ágazatok, amelyeknek az értékteremtése a magyar gazdaság jelenlegi válsághelyzetéből kiutat tud jelenteni. Köszönjük figyelmüket, a Jobbik Magyarországért mozgalom heti hírösszefoglalóját látták. A parlamenti törvénykezési szünet idején a heti hírösszefoglaló is szünetel. Ettől függetlenül naponta jelentkezünk továbbra is interjúinkkal, riportjainkkal, vidéki beszámolóinkkal, tüntetéseken forgatott anyagainkkal, sajtótájékoztatókon készített tudósításainkkal.